Másfél-két órát kellett sorban állnia annak, aki ma az utolsó napon vissza akarta váltani 1-2 forintosát. Egy kicsit még a nyitvatartást is meghosszabbították a Nemzeti Banknál emiatt. 3-kor az ígéretek ellenére nem zárták be a kapukat. Aki addig beállt a sorba, annak beváltották a pénzét. 5 évük volt rá az embereknek, hogy visszaváltsák a forintosokat. Az 1826. napon mégis több száz méter hosszú volt a sor már reggel, és ez semmit sem csökkent délutánra sem. 1992. A sorban egyesek fejében még az időpénzmondás is átértékelődött másfél órányi sorban állás után. Mennyi pénzt hozott vissza? Hát kb. 2,5 forintot. Megéri ennyi pénzért annyit állni? Hát nem nagyon. Nagy az infláció, nem éri meg. Volt, akinek a kocsija szinte teljes hátsó ülése, volt, akinek csak a kosara volt tele apróval. Megsokszorozódott a visszaváltás a korábbi napokhoz képest. Az biztos, hogy tegnap több mint 300 ezer darab 1 és 2 forintost hoztak vissza, csak összehasonlításképpen az elmúlt évben ez havonta körülbelül 100-100 ezer darab volt. Volt olyan is, aki megunta a sorban állást. Volt egy kolléga, aki nem akarta kivárni a sort, és ide adta ingyen. Az tiszta. Jó. Ön mennyi pénzt hozott vissza? Szerintem egy olyan 3000 valahány száz forintot. Követtük az urat, hogy jól becsülte el meg az összeget. Majdnem 1000 forinttal többet várt. Mennyi pénzt kapott? 2329 forint. Az összeg pedig biztos, hogy pontos. Természetesen nem kézzel számolgatták a bankban, hanem egy ilyen géppel. Az érméket még szét sem kellett válogatni. Azt is megtette a gép pillanatok alatt. Vagyis csak idáig volt eljutni nehéz. 3 órakor még mindig ennyien álltak sorban, de aki addig beállt, annak már mindenképp beváltották a pénzét. Ez a hölgy az utolsó Magyarországon, aki még pénzt tudott csinálni a forintosokból, pedig ő már 3 után 1 perccel érkezett. És valahogy a szerencse segített hozzá, úgyhogy igyekeztem. Aki ennél többet késett, már pórul járt. Ez ilyen lassan megy. Nem, hogy ilyen lassan megy, hanem már nem is fog sorra kerülni. Hála jó Istennek, köszönöm szépen, egy gondolat kevesebb. A forintosokkal fizetni 2008-ig lehetett. 1946-ban kezdték el gyártani őket, vagyis 62 éven át volt fizetőeszköz. Annak ellenére, hogy az elmúlt 1-2 napban igen nagy roham volt itt a Nemzeti Banknál, az embereknél még mindig majdnem 1,5 milliárd forintnyi 1 és 2 forintos maradt. Balogh Judit, RTL Híradó, Budapest.